Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a vasárnap estén. Elosztom nektek Szabados Pált, a TESZ-szerviz kulcskönyvek íróját. Pali rengeteget foglalkozott már emberekkel az életmódváltásukkal, segített nekik ugye információterjesztésben, illetve a könyveiből rengeteget lehet tanulni, hogy hogyan váltsunk életmódot. Hát köszöntelek itt, Pali! Szeretettel köszöntök én is mindenkit! Szervusz, András! Sziasztok mindenki! Na, mindenkit megkérnék, hogy nyomjon egy lájkot erre a videóra, hogy kicsit előrébb kerüljünk itt az a YouTube algoritmusba. És akkor az első kérdésem az kapcsolódik, hogy ugye írtál pár könyvet, és nagyon sokan elolvasták a kulcskönyveidet. De érdekelne mégis a te életmódváltásod kicsit, hogy hogy kezdted el, és mikor kezdted el, milyen irányból jöttél? Hát köszönöm a lehetőséget először is, kedves András. Most röviden akkor a bemutatkozásképpen. Tehát eredetileg én programozó matematikus vagyok, és jelenleg a 62. évemben taposom, úgyhogy gyakorlatilag arról van szó, hogy az egész életemet végigkísérte ez az életmódváltás iránti érdeklődés, illetve a táplálkozás iránti érdeklődés, mert hogy az egész életemet végigkísérték a civilizációs betegségek, amelyek már gyakorlatilag ilyen gyulladásos folyamatokkal már a kamaszkoromban elkezdődtek. Na most nem akarom a tisztelt hallgatóságot, nézőket ezzel terhelni, de egyszerűen már ezzel csak azt akartam mondani, hogy a 90-es években, amikor gyakorlatilag a politikai rendszerváltással nyugatról egyre több dolog jött be, akkor megjelent az első ilyen táplálkozási könyv, talán még az idősebb korosztály emlékszik rá, úgy hívták, hogy testkontroll. Tehát annak idején volt az agykontroll egy nagyon nagy divat, és a testkontroll, ugye, ez így összecsengett a két dolog. És de gyakorlatilag ez volt az első könyv, amivel én, mint a táplálkozással kapcsolatban, mint irányzattal megismerkedtem, és ki is próbáltam. Tudnélik, pontosan ez a gyulladásos betegségem kapcsán, igazából az orvosok ugye tulajdonképpen a hagyományos kezelések mellett igazából nem tudtak segíteni nekem, viszont volt egy olyan gondolatom végig, hogy valamit kellene tenni, és valamilyen köze kell, hogy legyen ezekhez a dolgokhoz az étrendünknek, táplálkozásunknak, annak, hogy tulajdonképpen milyen az életmódunk. Na most ez a dolog, ez így igazából elkezdődött, aztán rátértem a vitaminokra, és így tovább, és így tovább. És lényeg az, hogy ezek a dolgok, amiket én kipróbáltam, nem igazán lettek nagy átütő erejűek. Valószínűleg, hogy vagy egyedül voltam, nem kaptam segítséget, tehát így tulajdonképpen ezek hol fellángoltak, hol nem, hol elmentem egy teljesen ilyen vegetáriánus irányba, vagy bio irányba, stb., de ezek nem hoztak akkora eredményt, mivel nyilván csak a táplálkozással foglalkoztam. Na most gyakorlatilag az történt, hogy 2012-ben találkoztam én a Metodik módszerrel, ami most BodyWakes néven megy, fut tulajdonképpen, és ott a kedves tanácsadóm kimérte azt, hogy hát kérem szépen, nekem itt a gluténnel vannak problémáim, és akkor tulajdonképpen azóta elkezdtem egy ilyen gluténmentes vonalat csinálni, és valóban ez a gluténmentes vonal, ami még igazából hagyományos étrend volt, tehát nem volt igazából további átütő siker, mert ugyanúgy ettem például a barnarist, és így tovább, akkor kipróbáltam a gluténmentes liszteket, a gluténmentes kenyereket, stb. Péksüteményeket. De érdekes módon ez elég volt, hogy stabilizálódott az állapotom, és már nem romlott tovább. Tehát igazából az én saját egészségi állapotom romlása, ha úgy tetszik, megállt, és ez viszont, ez a gluténmentes táplálkozás irányába való elmozdulás, ez meghozta azt a dolgot, hogy hát akkor mégiscsak van valami köze itt a táplálkozásnak, és így folytattam tovább a saját kutatásomat, és akkor
pár év múlva találkoztam egyrészt Barta Ákossal, Barta Ákos táplálkozásbeállítási vonulata, ott is voltam nála tanácsadáson, és utána ő is ezt a gluténmentes vonalat képviseli, hogy elég sok előadására eljártam, stb. És utána pedig 2014 augusztusában találkoztam Burget Péterrel, akivel már korábban is volt egy ismeretségünk, de Péter adott egy saját vonalat, a testszerviz, dr. Krisfalvi Péter. És igazából így aztán végül is náluk kötöttem ki abból a megfontolásból, hogy a korábbi éveimben, tehát a 2012 és 14 között, tehát ebben a két évben még mindig megmaradt egy olyan problémám, hogy láttam, hogy nem teljesen jó úton haladok, hogy megmaradt az édesség iránti sóvárgás. Tehát, és akkor ezt én annak idején ilyen mazsola evészettel, mazsolással kezeltem idézőjelbe, amitől persze a kilók elkezdtek fölfelé szánkázni, tehát ez itten nem működött, és tulajdonképpen a testszervízben rádöbbentem arra, hogy itt igazából dr. Krisfalvi Péter doktor úrnak a iránymutatásai alapján, hogy igazából itt az inzulin hormon az, az mi ludas az egész történetben, tehát így azt elindult egy határozott, ahogy tetszik, ha már lehet sorolni, low-carb irány, ami kifejezetten, amit ma is képviselünk, és a könyveimben is visszatükröződnek, bár mi nem azt mondjuk, hogy valamilyen táplálkozási irány, tehát paleót, vagy low-carbot, vagy bármit, tehát ezeket a dolgokat nem használjuk, hanem személyre szabott életmódváltással foglalkozunk, és személyre szabott étrendet alakítunk ki. Tehát van egy konzultációs szolgáltatásunk, amikor 3 hónapon keresztül segítünk az illető embereknek, hogy az ügyfeleinknek, hogy ezt az egész életmódváltás kezdeti szakaszát tulajdonképpen el tudják vinni. És akkor tulajdonképpen dr. Krisfalvi Péter doktor úrnak a szakmai mentorálásával, irányításával kezdtem nyilogatni ezeket a kulcskönyveket. Ő ezeknek a kulcskönyveknek a orvosi részül a szaklektora, és tulajdonképpen a mi közös együttműködésünk alapján jöttek létre ezek a könyvek. Ugye 2017 nyarán jelent meg az első könyv, a Kulcs a testhez könyv, utána rá egy évre 2018-ban a Kulcs a hormonokhoz, aztán tavaly márciusban a Kulcs a tápanyagokhoz, ősszel pedig a Kulcs az immunrendszerhez című könyv. Gyakorlatilag ez az én utam, és most is ugyanezt az utat folytatom tovább a saját életmódomnak megfelelően. Tehát én nem vagyok egy nagy sportember, nem járok nagyon az egészségi állapotom miatt, nem járok nagyon edzésekre, stb. Tehát nekem egyelőre megmarad a túrázás, meg a Nordic Walking gozás például, de ennek az energiaigénynek megfelelően azért igyekszem betartani azokat a dolgokat, amiket én leírok a könyveimben. Tehát képviselni tudom ezt a dolgot. Hát köszönöm a kimerítő választ. Itt csak egy pár kérdés a Testkontroll című könyv, ugye az volt a címe? Így van. Érdekelne, hogy mi volt benne, mert én ezt nem ismerem, mert még nem hallottam. A Testkontroll egyébként relatíve viszonylag jól működött, tudnék a következőre épül, hogy a gyümölcsöket, a keményítős szénhidrátokat és a fehérjéket szétválasztja. Tehát ez tulajdonképpen egy szétválasztós étrend. Ők abból indulnak ki, hogy gyümölcsöt csak nyersen, idényjelleggel, és csak éjgyomorra reggel egyé. És utána, tehát a 3-szori étkezés van tulajdonképpen, és akkor ebédkor jön az első úgymond komolyabb étkezés, és akkor az ebéd során ők azt javasolják, hogy vagy salátát egyél, tehát leveles salátát, mondjuk keményítősökkel, és akkor fogd vissza magadat a fehérjével, tehát ne egyél állati eredetű fehérjét, vagy pedig, hogyha állati eredetű fehérjét eszel, akkor pedig csak leveles salátákkal egyed azt. Tehát igazából, hogyha visszagondolok, tehát ez az étrend ettől függetlenül ugyanúgy óckodik a zsíroktól,
Tehát megmarad még ez a hagyományos vonalon, marad ez az egész történet, tehát nagyon távol áll még a lókaptól is, de ez benne egy forradalmi gondolat volt akkor, hiszen tudjuk nagyon jó, hogy az inzulin szintet a fehérje plusz keményítő viszi fel igazából. Tehát ez a halálos kombó, hogyha mit tudom én, ezért ugye a klasszikus magyar kaja a rántott hús burgonyapürével, ez egy halálos dózis tulajdonképpen az inzulin szintünknek és az inzulin rezisztenciához egyenes út, tehát az ilyen ételeknek a fogyasztása nyilvánvalóan. Igen, viszont a rántott hús burgonyapürével, talán, hogyha jó minőségű tejszínnel meg vajjal, én mindig is akkor szerettem igazán a burgonyapürét, amikor jó sok vaj meg tejszín volt benne. Na, amikor... persze, hát lehet ilyen trükköket beletenni, tehát ez itt megoldható, tehát sok mindent meg lehet. Tehát nyilván minél több zsírt viszünk be, tehát a könyvben milyen szerepel, például a Kurkosz című könyvben is, hogy igazából ugye ott végigmegyek a hormonokon, és ott rá kell jönni, hogy melyik, tehát ki van vesézve az, hogy milyen típusú élelmiszerek azok, amik felviszik az inzulin szintet, milyen kombinációk, és ugyanakkor mit nem, és akkor pontosan a zsírok, akár a telítetlen zsírsavak, tehát a magyarul az állati eredetű zsírok, mint mondtad például a vaj, de akár a szalonna, akár ezek a hagyományos dolgok, mangalica zsír, stb. Ezek mind igazából az egész hormonháztartást úgy irányítják, hogy az embernek elmúljon ez a bizonyos farkas éhsége, és egy nagyobb telítettséget adnak. Hát a telítettség nem a gyomorban van, azt hiszi az ember, hogy a gyomorban van, nem. Ez a vékony bélnek a hátsó részében, mert egy PYY nevű hormonunk, ami ez egy bonyolult, hosszabb névnek a rövidítése, amely tulajdonképpen a zsírokra reagál. És minél több zsír van az étrendünkben, ez a hormon annál inkább visszamondja az agynak, hogy elegendő energiát vittél be, és ez a hormon egyébként a szénhidrátokra abszolút nem reagál, tehát tömheti magába be az illető a 3 kiló kenyeret is, akár frissen, ugye, lekváros kenyér, vagy bármilyen formában, ettől csak tudjuk nagyon jó, hogy még éhesebb lesz az illető. Tehát egyszerűen ilyenkor van az, hogy az ember bevág egy tál, mit tudom én, almás pitét. Tehát zokszó nélkül tudja tömni magát. Anélkül, hogy természetesen az éhségközpont ez megfelelőképpen lecsillapuljon, és megfelelően módon egyszerűen így kialakuljon egyfajta jó rendszer. Mert tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a helyes táplálkozás igazából az éhségkontroll, vagy az éhség jólakottság érzésének a kontrollján múlik. Tehát nem a kalóriabevitel számít, hanem az, hogy te mennyire tudod úgy beállítani az étrendedet, hogy ezek a falási rohamok elmúljanak, ezek a sóvárgások elmúljanak, és ez megfelelő mennyiségű zsírbevitel nélkül ez elképzelhetetlen. De ez azt hiszem, hogy egyetértünk. Igen, tehát amikor szénhidrátot ettem, például én is még gyerekkoromban, nem is tudom, mikor ettem szénhidrát alapú étkezést, szerintem olyan 6 éve utoljára, akkor tulajdonképpen az szabott határt annak, hogy mennyit eszek, hogy éreztem, hogy már émelgek, és tele van a hasam. Tehát feszített a gyomrom. Tehát a gyomorméret volt az egyetlen egy dolog, ami gátat szabott. Mindig van, és akkor innen jönnek ezek a nagyvárosi szlogenek, hogy fagyira mindig van hely, meg desszertre mindig van hely, hiszen az ott bekúszik, és még ilyen vicces mémeket is szoktak rajzolni, hogy van egy gyomor, és akkor mellette egy kis rész, és oda megy be a fagyi, meg a sütemény, hogy arra mindig van hely. És valójában azért hát érezzük ezt, hogy mert sosem érezzük magunkat kielégítve, úgymond az étel által. Mindig így több van, és akkor ennek következtében bekövetkezik az a jelenség, hogy inzulinrezisztencia, vagy leptinrezisztencia, amikor természetesen az egész rendszer, amiről én beszéltem, hogy jólakottság, érzés, étvágy, stb. Tehát ez a szabályozás, ez teljesen felborul, és akkor tulajdonképpen jönnek azok a dolgok, hogy kérem szépen, jönnek az ilyen bölcsességek, hogy magyar ember kenyér nélkül nem él. Tehát ilyen dolgok nincs. Tehát az, hogy
hogy ugye ez nagyon érdekes módon ugye az egész közgondolkodásban, tehát az élet egyenlő kenyér című asszociáció, tehát a plusz augusztus 20-a, tehát értjük, tehát ez jólétünk, az egész történetünk igazából a kenyér, glutén és így tovább pékáruk között mozog, tehát ez a gabona alapú étrend, ami tulajdonképpen hát egyenes út egy olyan állapothoz, amit ma mindannyian látunk, hogy civilizációs betegségek, túlsúly, elhízás, inzulinrezisztencia, kettes típusú cukorbetegség, tehát ezek azok az igazi járványok igazából, idézőjelben járványok, hiszen ezeket nem lehet elkapni vírussal, de egy olyan, mégiscsak olyan járványok, világjárványok, amik akár a mostani járványügyi helyzet mögött is vannak, és tulajdonképpen ezek még mindig kezeletlenek is, és erre semmilyen kezelési erőfeszítést nem látok hivatalos oldalról, tehát se az orvostudomány részéről sajnálatos módon. Hát mi vagyunk azok, kedves András, és a hasonlóképpen gondolkozó többi kolléga, akik megpróbálják valamilyen módon divatba hozni az életmódváltást, és igazából átadni azt az üzenetet, hogy hé emberek, fogjuk vissza azért azt a péksüteményt, kenyeret, rizst, krumplit, stb. Ezeket a történeteket, és legalább induljunk el egy jobb, pozitívabb irányba. Igen, igen, abszolút egyetértek. Itt a nézőket megkérném, hogy ha van bármi kérdés, nyugodtan tegyétek föl, és akkor megbeszéljük. Illetve nyomjatok egy lájkot, akik most jöttek, nyomjatok egy lájkot a videóra, és akkor kicsit előrébb kerülünk itt a YouTube algoritmusban. És ugye beszéltünk a kenyérről, mint tulajdonképpen tömegpusztító fegyverről. Mégis milyen érdekes, hogy ugye régen is ettek kenyeret, de az mennyire más kenyér volt például. Hát igen, így van, ez így van, csak éppenséggel, ugye van egy kiváló Floridában élő amerikai orvos, David Perlmutter, aki akinek a munkássága egyébként pontosan a glutén kutatása, és akkor az ő könyve is Magyarországon is elérhetők egyébként, és ezeket a könyveket egyébként én is felhasználtam irodalomként a könyveimhez, és akkor ő ott mondta, volt ez az adat, hogy gyakorlatilag a búza nemesítésével 50-szeresére növekedett a gluténtartalom a búzának. Tehát alapvetően, tehát hogyha elképzeljük, hogy mekkora az 50-szeresség, tehát akkor azt mondja, 1 méter és 50 méter, hát az jelentős. Tehát, vagy 1 emelet és 50 emelet. Tehát egy 50 emeletes épület az már egy kvázi felhőkarcoló, tehát nem még az Empire State Buildingok 103 vagy akárhány emeletével, de hát az annak a fele. Tehát azért az Magyarországon már igencsak felhőkarcoló néven mutatna, tehát ez egy óriási irány, tehát ebbe azért nehezen gondolunk bele. Tehát amikor arról beszélünk egyébként, hogy ugye az öregapáink vagy dédapáink, tehát itt most nem is az én szüleimre gondolok, vagy én nagyszüleimre, tehát visszább kell mennünk az időben egyébként, az 1900-as évek elejére immár, tehát most már 100 évre, vagy több mint 100 évre. Tehát akkor, amikor az emberek otthon készítették a kenyeret, kovásszal készítették a kenyeret egyébként, ez teljesen más volt, mert akkor hetente egyszer sütöttek, és ugye ezt a kenyeret is mivel fogyasztották? Szalonnával, zsírral, mivel főztek? Zsírral, sertészsírral. Tehát amikor ugye a kovász, azért a kovászolt kenyérben, hogyha több mint 24 órán át kovászolják azt a tésztát, akkor már nem csak a szénhidrátokat kezdi lebontani a kovászban levő mikroorganizmusok, hanem már a glutént is szelídítik igazából. És természetesen 100 évvel vagy 150 évvel ezelőtt, mint mondtam, a búzának sem, a gabonának sem volt akkora magas a gluténtartalma, hiszen ez az utóbbi 50 évre jellemző, ez az 50 szereződés. Tehát tulajdonképpen ez csak itt rátett egy lapáttal ezek a történetek. Egyébként nagyon érdekes kultúrtörténetileg, hogy azt hiszem, hogy az 1930-as években volt Angliában egy pék kongresszus, mai szavakkal élve, hogy azóta kezdték el a kovászt kidobálni a pékek, és helyette az élesztőt.
Mert ugye a nagyipari pék előállításban, kenyér előállításban nincs idő arra, hogy itt akár több órán keresztül is, vagy fél napon keresztül is, 8 órán keresztül is kovászoljunk. De ugyanakkor látni kell, azért Magyarországon vannak ilyen kézműves pékségek, akik hirdetik, hogy kovászolt kenyér, és így tovább. Csak hogy ez a 48 órás kovászolás ott sincs meg. Tehát a glutén még tulajdonképpen ott is érintetlen, ha bár a szénhidrát tartalom valamennyivel csökken, de hát ez még mindig kevés a boldogsághoz. Tehát attól még, hogy valaki megeszik egy szelet kenyeret, vagy több kenyeret, akkor még a szénhidrát bevitel problémáját nem oldotta meg. Szerintem de ezt azt hiszem, hogy mindenki magán ki tudja próbálni. Érdekes ez a kenyérkovászolás például, amikor Weston A. Price ugye körbe ment a természeti népeken, biztos gondolom ismered a könyvet. Uh-huh. A Nutrition and Physical Degeneration, nem is tudom, magyarul kijötte. Akkor ott a svájciaknál is szintén fütöttek kenyeret, amit több napon keresztül kovászoltak, de még a sülés után is egy hétig fölakasztották a falra. Na pontosan erről van szó. Egyébként nagyon jó, hogy mondod Svájcot, mert a másik fő probléma egyébként ugye a tejjel kapcsolatos problémáink, ami igazából, tehát a tehén tej, tehát nem véletlen, hogy az alpesi legelőkben, Svájcban például sajtot készítenek belőle. Tehát ritkán van az, hogy megisszák. Tehát nyilvánvalóak, hogy a sajt szintén egy fermentációs eljárás, ugye, a sajtkészítés, és ott is inkább nem a látsajtok irányába mentek el, hanem a kemény sajtok irányába. Tehát nem véletlenül, hogy azért tehát a svájci gazdaságok, vagy a svájci hagyományos agrár életmód tulajdonképpen, az teljesen egészséges volt annak idején. De ez nyilván megint a 1930-as, 40-es, 50-es évek után ez rohamosan sajnálatos módon, ezek a régi kézműves praktikák, ezek kivesztek igazából a hétköznapi használatból. Ami tovább súlyosbítja az egész történetet. Igen, így van. Ez egy ilyen negatív spirál, ami folyamatosan megy lefelé, ugye, hogy nő az igény a kenyérre, és akkor egyre több kenyeret kell előállítani, és akkor nem lesz idő, ideje a péknek 40-50 órán keresztül ugye fermentálni a kenyeret, vagyis hát a kovászt, hanem egyszerűen gyorsan kell élesztővel létrehozniuk ezt a nagy mennyiséget. Így van. Tehát szerintem van, mi tudjuk nem is az ízlésünkkel, hanem azzal, hogy milyen tudatos vásárlók vagyunk, azzal tudjuk irányítani azt, hogy mi kerüljön a polcokra. Tehát valahol ezt mi is tudjuk irányítani, hogyha egészen tudatosan vásárolunk. Így van. Tehát nálunk is a Testervíznél egy fontos pont az ügyfeleknek az edukációja ezzel kapcsolatban, hogy hát én azt szoktam mondani, hogy kérem szépen, tessék venni nagyítót. Tehát nyugodtan lehet ilyen kézi nagyítóval járkálni, vásárolni, mert olyan apró betűsek a különféle összetétel listák, ugye a rejtett cukortól kezdve a különféle adalékanyagok, konzerválószerek, stb., hogy ott van az élelmiszeripari termék a boltok polcain, és igencsak meg kell válogatnunk azt, pontosan ez, ahogy mondtad, hogy tudatos vásárlóként meg kell néznünk azokat az összetevőket, amik ott vannak, és el kell döntenünk, hogy amikor már számunkra érthetetlen vegyszer nevek vannak odaírva, akkor azt kérem, tessék ott hagyni, tessék azokat a termékeket békén hagyni. És igyekezzünk olyan dolgokat, főleg kistermelőktől piacokon beszerezni, amelyekből meg tudjuk kérdezni, hogy kedves uram, mégiscsak miből készült ez a termék, mi van még benne, és amikor csak sót és más egyéb hagyományos dolgokat tesz hozzá adalék anyagként, akkor sokkal jobb, magasabb minőségű élelmiszert kapunk, mint a boltokban a élelmiszeripar által gyártott tömegtermékek. Hát igen, én is próbálok mindig piacon vásárolni. Te merrefele szerzed be az alapanyagaidat, hogyha szabad kérdeznem? Hát nekem vannak, itt a helyben én Vácon élek, és helyben van egy helyben nagyon jó piacunk, de ugyanakkor van néhány dolog, amit kiváló webáruházakból veszek be, például az Eskimo konyhára most rá leltem,
ez egy miskolci társaság, legalábbis Miskolcról érkeznek a csomagok, és nekik van például teljesen adalékmentes kolbászuk, vagy egyéb más, vagy például májasuk. Tehát igazából olyan termékeket is árusítanak, amik például a ketogén életmódban is kiválóan alkalmazhatók. Vagy Pesten rátaláltam egy budapesti átvétellel egy ilyen biósalátázókkal zöldségeket lehet tőlük megrendelni, ez is interneten keresztül működik, és akkor nagyszerű, szép, gyönyörű salátákat lehet kapni, amik már tulajdonképpen vegyszermentesek, és ezeket hazahozom, megmosom, szépen beadagolom, és akkor a hűtőben simán meg el vannak egy hétig is, tehát így lefóliázva. Igen, lehet találni azért Pesten is. Tehát azért lehet találni jó beszerzési forrásokat. Igen, igen. Na, visszatérve itt ez a hormon kérdéskörre, szerintem ez nagyon érdekes és izgalmas terület, és nagyon szeretem azt meg úgymond látni, megérteni azt, hogy mi történik az emberben. Itt ugye az elhízásban ugye alapvetően az inzulin hormon az, ami a legrosszabb, úgymond, hogyha túlságosan sok van a véráramban, de ugye beszéltél itt a leptin hormonról is. Így van. Alapvetően a leptin rezisztencia az hogyan alakul ki? Hát az pontosan az inzulin rezisztenciával párhuzamosan működik, tehát gyakorlatilag amikor a szervezet elveszti az érzékenységet, tehát ugyanazt jelenti, hogy az inzulin rezisztencia, hogy azt jelenti, hogy az inzulin hatás nem elégséges. De az leptin termelés hiába van meg, is elmarad. Tehát tulajdonképpen elmarad az a visszacsatolás, ami egyébként pontosan azt mutatná az embernek, hogy ez a hormon arra kapcsolódik be, hogy elegendő energia áll rendelkezésre a szervezetnek a táplálkozás útján. Bevitt energia elegendő, arra, hogy fedezze az energia szükségleteket, és amikor tulajdonképpen teletömjük magunkat a finomított szénhidrátokkal, vagy lehet ezt gyorsan felszívódó szénhidrátoknak, vagy ha az ember szakneveket akar mondani, akkor acelurális, tehát magyarul sejtfal nélküli, növényi sejtfal nélküli szénhidrátokat fogyaszt az ember. Tehát ezek gyakorlatilag egyszerűen azt jelenti, hogy finomított, agyonfőzött, agyonpürésített, amikor a sejtfalaknak a védő hatását, tehát a cellulóznak a védő hatását, a rostoknak a védő hatását elromboljuk főzési eljárásokkal például, akkor abban a pillanatban egy egészséges zöldségből is, tehát például egy viszonylag kevés keményítőt tartalmazó gyökérzöldséget is, például egy zeller gumót, vagy egy karolábi gumót, vagy egy retket, bár a retket nem szoktunk nagyon főzni, sőt, de mondjuk a zeller és a karolábi az már jó példa, vagy a petrezselyem gyökér is, vagy akár a sárgarépa is, hogy ezeket is, hogy abban a pillanatban, amikor betesszük például egy húslevesbe, és ott agyonfőzzük, vagy egy csontlevesbe, az íze véget, de utána megeszük, akkor ezek mind gyorsan felszívódók lesznek, tehát ezek mind megemelik az inzulin szintet. Tehát abban a pillanatban, amikor fölmegy az inzulin szint, és ugye egyre több jobban, egyre gyakrabban felmegy az inzulin szint, ebből az következik, hogy a vérben állandó vércukordömping van, amit aztán előbb-utóbb a sejtek természetesen nem tudnak befogadni, elegük lesz belőle, és egyszerűen ugye a fölösleges cukorból pedig a máj zsírsavakat fog elvállítani, illetve a zsírsejtek is akkor a cukrot azt egyszerűen puff. Tehát akkor egyszerűen elindul a hízásnak nevezett folyamat, és akkor tulajdonképpen, ahogy le is írom a könyveimben, hogy tulajdonképpen nem a zsír fog bennünket meghízdalni, hanem a sok cukor, és hát a sok finomított szénhidrát, amik vagy egyszerű, vagy összetett cukrok, de hát tulajdonképpen most manapság már egyre inkább egyszerűbb cukrokat eszünk, vagy könnyen emészthető cukrokat, tehát a keményítő, amit beviszünk, az is tulajdonképpen nagyon gyorsan lebontódik, és nagyon gyorsan bekerül a véráramba már, egyszerű cukorként, glükózként, és ebben a pillanatban már is ott vagyunk. Ugye a másik történet pedig, amit szintén szeretnék azért mondani, ugye a fruktóz kérdése, tehát a kristálycukornak a fele fruktóz, de ugyanakkor a gyümölcsökben is nagyon sok
fruktózban, és nyilván például te is tudod, András, vagy tapasztalatból, meg hát nyilván tanítod is a követőidet, hogy de a ketogén étrend az igencsak csinyán bánik a gyümölcsökkel, pontosan ezért ezek a problémák miatt, mert hogy ezek is nagyon gyorsan megemelik a vércukorszintet. Annak ellenére, hogy magát a gyümölcscukrot, ugye mivel hogy ez egy enzim kell, hogy a máj átalakítsa, úgymond nem, hogy azonnali vércukorszint emelkedést nem okoz, tehát ezért korábban akár az orvostudomány is javasolta a cukorbetegeknek is a gyümölcscukorral készült termékeket vagy édességeket. De hát ez sajnálatos módon ez nem jó, mert hogy a gyümölcscukorból csak nagyon keveset tudunk egészségesen felszívni, és akkor jönnek még egyéb emésztési problémák is, amik előjönnek a gyümölcscukor fogyasztásával kapcsolatban. Amit mondok, hogy nem kell ahhoz feltétlenül gyümölcsöt ennünk, egyéb gyümölcscukor bekerüljön a szervezetünkbe, hiszen a kristálycukor 50% a gyümölcscukor, de ugyanakkor nagyon elterjedt az élelmiszeriparban, hogyha már itt tartunk, hogy kifejezetten fruktóz, azaz gyümölcscukortartalmú szirupokkal dúsítják a különféle termékeket, tehát manapság már nincs olyan édesség tulajdonképp. Igen, pontosan ez a magas fruktóztartalmú kukoricaszirup, ami ugye egy mesterségesen állított, kivonják ugye a kukorica keményítőből, ugye a keményítőnek ugye ott is a nagy része az tulajdonképpen fruktóz, és akkor a fruktózt kivonják, és akkor egy 90%-os fruktóztartalmú dolgot is elő tudnak állítani viszonylag olcsón, mert ez egy nagyon olcsó, és nagyon jó édesítő hatású tulajdonképpen élelmiszer adalék, amit aztán persze megetetnek velünk, és akkor ez már rögtön egy gyümölcscukor felszívódási problémákat is okoz alapjába véve, független attól, hogy ott van még az inzulin hatás, és hogy ugyanúgy ott van. Tehát ez egy összetett kérdés itt. Tehát tulajdonképpen ez is, ahogy mondtad, hogy a glutén is egy tömegpusztító fegyver, hát akkor másik tömegpusztító fegyver tulajdonképpen a fruktóz. Ja, tehát és keverik a ezek kettőt. Azok a taposóakták. Igen. Igen, tehát ezek, és akkor a kettőt még keverni is lehet, így igen, van. Igen. Ez a testkontroll könyvben ugye volt szó a gyümölcsök, meg a zöldségek, húsoknak a szeparálásáról, hogy külön fogyasztjuk őket. Az érdekelne, hogy ugye ez egy alacsony zsírtartalmú diétát ajánlott, és hol jöttél rá, vagy honnan jött az információ, hogy itt mégis inkább több zsírt kéne fogyasztani? Hát a tapasztalat, mint mondtam, igazából hiába vittem én ezt a vonalat, mert mindig visszatéregettem rá, hogy tehát egyrészt a testsúly növekedés az állandóan kúszott fölfelé továbbra is. Azon felül ott voltak ezek a bizonyos falási rohamok, tehát ezek a klasszikus, azok a történetek, azok a szimptomák vagy tünetegyüttesek, amik kísérik a klasszikus szénhidrátdús vagy étkezést vagy étrendet. A kajakóma, a farkas az, hogy utána az étkezés után a ködös agy, ugye a szundikálás, tehát ez a ebéd utáni siesta, tehát ezek a dolgok, ezek mind azért sejtették, hogy oké, rendben van, mert egyébként ennek hatására azért az emésztés javult. Tehát a puffadási panaszok, vagy egyéb más csökkentek, de ugyanakkor nem ütődött ki az a dolog, hogy például ne kelljen nasolni már, mit tudom, este 9 után, mikor az ember 6 órakor bekajált. És akkor, tehát amikor az ember nem tud már igazából 2-3 órát kibírni a két étkezés között, akkor ott már látszik, hogy ott már inzulin probléma van a háttérben. Tehát ugye nem nagyon diagnosztizál az ember csak úgy, de igazából már látszik, hogy az inzulin hatás már nem érvényesül megfelelő módon, és akkor már elindult az ember azon az úton, aminek a következménye az inzulinrezisztencia, vagy egy kettes típusú cukorbetegség is lehet. Most független attól, hogy az illető közben hízik-e, avagy sem. Uh-huh. Igen, értem. És akkor neked hogy néz ki egy napi étkezésed körülbelül? Milyen zsírokat fogyasztasz, hogyan étkezel? Hát én most én is ugye a különféle könyvek, meg
Magyarországon is elérhető szakemberek hatására most kipróbálom azt a dolgot, hogy ugye csak akkor eszek, amikor éhes vagyok. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok esetben 10 vagy 11 óra lesz az első étkezés, tehát igazából ez a magyar reggeli ebéd vacsora elnevezés is már, mert ugye ez a reggeli ez itt a magyar nyelvben a napszakhoz van kötve. Az angol a sokkal jobb, mert ő azt mondja, hogy breakfast, az azt jelenti, hogy hogy szó szerint azt jelenti, hogy megtörni igazából a táplálék bevitelének a sushi, tehát az a böjtölési időszakot. A fest ugye az a böjtölés, tehát a böjtnek a megtörése. Tehát magyarul az első étkezés. Tehát azt mondom, hogy tehát én 10-11 órakor szoktam enni, és akkor általában hát tojásrántott a zsiradékkal, hát mivel, hogy nekem voltak közbenatos módon személyesen olyan műtéteim is, az egészségügyi állapotom romlása miatt, hogy eltávolították az epehólyagot, így az epehólyagomra már nem nagyon tudok számítani, és így ezért én a zsiradékokkal kicsit visszafogottabb vagyok. De hát nyilván vannak olyan zsírok, például a kókuszsír, ami azért lehet, illetve vannak olyan táplálék kiegészítők, amikkel ezt a dolgot ezt lehet kezelni. És ezeket használva, tehát én is azért bátrabban eszek mangalicazsírt, vajat, kókuszsírt, tehát, és viszonylag az utóbbi időben jóval kevesebb növényi zsírt fogyasztok, tehát elmentem inkább a táplálékkiegészítőbe, például a halola irányába, vagy inkább zsírosabb halakat eszek, tehát lazacot, pisztrángot eszek. Azon felül, tehát miből áll egy főétkezés nálam, tehát egy nagy adag leveles salátából, ez minden főétkezésnél van, akár vacsora, akár ebéd, csak az ebédet ilyenkor kiszoktam egészíteni, nyilván megfelelő fehérjevétellel, ami lehet tojás például, a tojás kiváló fehérje is tápanyagforrás, ugye a tojás sárgájáról tudjuk, hogy ez nagyon jó. Aztán természetesen bármilyen hús, de én nagyon szívesen ajánlom a könyveimben is, és én magam is szívesen fogyasztom a különféle belsőségeket. Tehát igazából én az étrendemben megpróbálok a tápanyag sűrűségre rámenni, és ugye például állati eredetű élelmiszer forrásokban a legjelentősebb tápanyagtartom a belsőségekben van. Tehát gondolok itt a májra, a szívre, de akár az úza, a tüdő, stb. Tehát ezek a dolgok. A másik pedig, hogy a színhúsok helyett, tehát az izomszövet helyett, mert ez tulajdonképpen az állatok izomszövete, amit azt mondjuk, hogy hús, és most nem csak azt mondom, hogy a zsírosabb hús, tehát például egy sertéstarja a comb helyett, hanem a kollagén típusú fehérjék bevitele. Tehát itt már előjön simán például egy sertésköröm, tehát a kocsonyába való hús, vagy akár fejhús lehet például. Ha az ember nem jut hozzá fejhúshoz, mert azért az nehéz hozzájutni, vagy nem akarja feldolgozni, akkor is tudunk olyan készítményeket találni, akár az interneten is, ahol meg lehet rendelni, amik például fejhúst tartalmaznak. Tehát ezek azok a kollagén típusú dolgok, vagy ugye a bőrök, a különféle bőr. Tehát amikor az ember megeszik egy csirkecombot, akkor könyörgöm, ne vegye már le a bőrét. És nyilván, hogy a comb, felső comb, alsó comb, az ízülettel együtt sokkal, de sokkal értékesebb már ebből a szempontból is, mint hogyha csak száraz csirke mellett eszek. Tehát ugye a csirke mellett lennék egy tömegpusztító fegyver, ha úgy tetszik. Tehát ugye régen, nem tudom, András, te jobban tudod, mint edző, ugye a régi vágású vonal, ugye ez a csirke mell plusz rizs történet a sportolók számára, legalábbis hát én nekem még ezek az információk, lehet, hogy elavultak ezek az információk, remélem igen egyébként, mert is egy tömegpusztító kombináció egyébként, amikor alig viszünk be ugye zsírt, ugyanakkor a lehető legszárazabb, legértéktelenebb fehérje típust veszünk be a csirkemellbe, már elnézést, mert ott nincsenek meg ezek a kollagén típusú dolgok. Fejlék, és a kollagén típusú fejléknek óriási nagy szerepük van, ugye nem csak a bőrünknek, az ízületeknek a karbantartása miatt is, hanem az életani folyamatok miatt is. Tehát ez
ez nagyon fontos, hogy ilyen típusú fehérje is legyen. Tehát belsőségek, kollagén típusú fehérje fogyasztása, és utána jöhetnek a többi fehérjék is. Tehát most nem azt mondom, hogy nem eszek meg egy csirke mellett, vagy, de ilyenkor mindig gondoskodni kell, hogy valamilyen formában az inapba kerüljön. Tehát kiváló táplálékkiegészítők is, tehát is lehet kapni, akár marha alapból, akár hal alapból olyan kollagén típusú fehérjéket, amiket már peptidek, tehát tulajdonképpen előemésztettek, tehát nagyon gyorsan és nagyon könnyen felszívódnak, és ezeknek a rendszeres fogyasztása is kiváló dolog. Tehát egy jobb webáruházban vannak ilyen tekkek. Tehát könnyen ezekhez hozzá lehet jutni. Igen. Én is nagyon sok. Tehát gyakorlatilag is ugyanígy nyúlik a vacsora is, hogyha egyáltalán van vacsora. Tehát főleg most, amikor az ember így be van zárva, tehát én is viszonylag kevesebbet vagyok kint, kevesebbet ugye van ez a most Pest megyére is még tovább maradt ez a maradj otthon című szlogen. Tehát amikor az embernek kevesebb az energiafelvétele, akkor azért oda kell figyelni, hogy azért nincs az a nagy lemozgási lehetőség, úgymond, hogy az ember adott esetben megszabaduljon a cukorraktárainak a hirtelen föltöltésétől, hogyha az ember keményítőket visz be. Igen, én is mondjuk disznósajtot szoktam ajánlani például, de akár egy jobb virsliben is akár akad bőrke. Igen, a disznósajtot én ki is hagytam, de az egy kiváló dolog, így van. Vagy van kocsonya szezon, akkor lehet bátran kocsonyát enni, vagy ugye a csontlevesek, erőlevesek, ezek is több órán keresztül főzzük, ugye attól függ, hogy milyen csontból van, sertéscsont, marhacsont, ezek a legjobbak, de hát így nem csak csontból főzi az ember, hanem akkor ilyenkor legyenek benne az ízületek is, tehát a porcok, porcos részek, és akkor bátran lehet főzni 8-12 órán keresztül is akár egy ilyen porcos történetet, és akkor az egy igazi vékony bélregeneráló, akár mondhatnám azt is, hogy ital, mert lehet te a helyet fogyasztani, tehát inkább azt is lehet akár magába szürcsölgetni. Legíti az ember és kiadagolja, és akkor ez gyönyörűen lehet fogyasztani. Igen. Abszolút. Elég kevés időnk maradt már így a végére, ezért nem is egy ilyen nagyon kifejtős kérdésem lesz majd a végén. Csak a nézőktet megkérdem meg, hogy ha van bármi kérdés, még gyorsan fel tudjátok tenni. Nem voltam úgy kérdés egyelőre, pedig egész sokan néznek. Szerintem olyan jól kifejted ezeket a témákat, hogy nem marad kérdés utána. Tehát én is azt látom amúgy, hogy szépen lassan visszatérünk a magyar tradicionális magyar ételekhez, tehát itt a zsírosabb ételekhez, a tudom én, székelykáposztától kezdve, vagy a disznósajt. Valaki el sem tudja képzelni, hogy megfogja ezeket a belsőségeket, de szépen lassan. Kötni. Így van, pontosan. Ilyen csülökpékni módra a hagymával az még oké lehet, de ugye a burgonyát azt mellőzni kell. Igen. Hát köszönöm, itt voltál velünk akkor, Pali, és egy pár elérhetőséget még így a végére kérlek mondj el a nézőknek, hogy megtaláljanak, akik szeretnének követni. Majd a videó alá is be fogom linkelni. Igen, tehát van egy Facebook oldalam is, azt is lehet lájkolni. Szabados Pál Tesztervisz könyvek, szakíró. Aztán a könyveim azok megrendelhetők a tesztservisztudástár.hu oldalon. Ezek a hagyományos könyvkiadásban megjelent verziók, de ugyanakkor már ezek a könyvek kaphatók akár csomagban is, letölthető PDF formában is. Ez pedig a tesztservisztudástár.hu/online oldalon érhetők el. Ott még nagyobb kedvezménnyel lehet hozzájutni, és nincsen kiszállítási költség, hanem rögtön bármilyen eszközön, tehát egy tableten, számítógépen is letölthető formában is elérhető vannak. Engem egyébként el lehet írni a szabados@tesztservisz.hu e-mail címen. Lehet nekem írogatni, de ugyanúgy megtalálható vagyok a Facebookon, Messengeren is. Egyébként megvan a mindenféle e-mail cím, telefonszám elérhető. Nem nagyon rejtőzködök a Facebookon ezzel kapcsolatban.
Tehát igen. Hát akkor bárki megtalálhat. Szívesen így van, és szívesen állok rendelkezésére bárkinek. Na, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél. És én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a nézőket is, hogy eljöttek. És majd folytassuk még szerintem a beszélgetést egy következő alkalommal, mert lesz még itt egy csomó kérdés, vagy van egy csomó kérdésem. De jót beszélgettünk, nagyon köszönöm szépen még egyszer. Én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Szép estét, jó pihenést még, és jövő héten pedig jó munkát. Eredményes hetet kívánok mindenkinek. Na, jó hetet mindenkinek. Sziasztok! Így van. Sziasztok!